Ugye ez történt 1944-ben, amikor deportáltak bennünket. Akkor én már iskolagyerek voltam, amikor engem elhoztak. Másodikba jártam már akkor, 44-ben. Kijöttek hozzánk, olyan egy tanyán laktunk, és azt körbefogták a rendőrök, bekísértek bennünket a rendőrségre, és ott tartottak egy nap, egy éjszaka. Akkor már a testvéreim is, akit megszöktek a rendőrségtől, mert azt nem mondtam el, hogy amikor beterültek bennünket egy kerthelyiségbe a rendőrségen, aztán ugye reggel vittek, este is estig ott voltunk, ott hártunk kint, mert másnap reggel vittek bennünket, és odaállítottak a kertbe benne egy rendőrt. Na most a rendőr ugye este lehúzta a sapkát így a szemére, egy széken ült, mintha alszik. Na most a kapu nem volt bezárva. Na aztán akkor már voltak olyan rafinált cigánysrácok, aztán megpróbálták a kaput, hogy zárva van-e, vagy mi van vele. Aztán akkor szép csendesen kiosontak, rengetegen eljöttek, és reggel levittek bennünket a vasútállomásra. Már az egész családot, meg nem csak az én családomat, ott akik voltunk mind, akkor a városi embereket elvitték oda, és akkor bevagonyíroztak bennünket, marha vagonyokba raktak bennünket. Aztán ugye, amikor ránk zárták az ajtót, akkor egy irányt vettek velünk, ugye Komárom, de viszont volt egy megállásunk egy helyen, az jót is tett nekünk. A hölgyek, a férfiak egybe voltunk, öregek, fiatalok, terhes anyák is voltak, és ugye nem volt ez a, hogyan mondjam, hát magyarul megmondom, nem volt ahova szöklislőket elvégezték volna a hölgyek a férfiakkal. Együtt ott nézték, az a bűz, az a szag, minden. Amíg nem érkeztünk Pápára, ott volt egy megálló, egy szünet, ott aztán egy kicsit, amit lehetett, kitakarítottak az emberek, aztán onnél irány Komárom. Az volt a végállomásunk. Gyerekek, hát Komárom olyan dolog volt, hogy hát természetesen katonák vigyáztak ránk, és amikor volt reggeli, vagy valami reggeli a fenéket, úgy dobták be nekünk egy darab száraz kenyeret, kis csajkák, vagy mik voltak, edények azok. Olyan volt, mint amikor ti főztek és mosogattok azt a kis vizet, olyanfélét, és abba a száraz kenyeret beletördeltük is, és azt tettük. Ha gondolod, hogy akkor, hogy miért volt az a sok betegség a gyerekeknél, az a sok elhalálozás, de akkor is, amikor hazaértek a családokkal, akkor is történt olyan, hogy meghaltak, egy pár gyerek meghalt, mert annyira betegek voltak, és nem mind most, hogy tudnak azon gyógyítani, tudod. De ott voltak német katonák, vagy csak magyar csendőrök? Hát figyelj, de hát ugye természetesen, hogy magyar katonák voltak ott, akik vigyáztak ránk, Komáromban ugye nem voltak németek. Ugye addig volt, amíg aztán onnél el nem vitték őket, meg engem is. Ugye a magyar katonák persze, de hát nyilas katonák. Rendesek voltak? Horog keresztesek, hát mit akarsz, hogy az volt nekik a diszükkénak a bátyukon. Hát azok mint Hitler katonák voltak. Jába voltak magyarok, de akkor is. Hogyha egy birka, akkor betereltek bennünket, nagyon hosszú volt, hogy aztán nem számított ott is gyerekestül, férfiak, nők, minden. Együtt voltak, rengetegen voltak a perc, akiket nem ismertünk, hogy vegyesen. Összehajszoltak bennünket, és ugye akkor voltak azok a szörnyű dolgok, hogy a betegségek által a éjség véget, ugye nem volt ennivaló, nem volt tisztálkodás. De aztán ugye voltak köztük már olyan gyerekek is, hogy betegséget kaptak, nem volt ennivaló, nem volt tisztálkodás, és volt, amikor már egy-két hét után már voltak halál esetek. Dobták ki a szegény gyerekeket, fogták, azt hova kerültek, a mai napig se tudom. És akkor történt az a dolog, hogy ez szörnyű dolog történt, hogy a fiatal lányoknak a szép, gyönyörű hajukat levágták. Nem hagyták meg nekik a hajukat, és amikor ez megtörtént,
akkor 15 évtől egész 50 évig férfiakat, nőket összeszedtek, és azokat elvitték tőlünk. A mai napig sem tudtam azt, hogy édesapám hol veszett el, és majd itt fogom elmondani, hogy én miért jöttem el ide. Most aztán, hogy amikor őket elvitték, és akkor történt egy olyan, rá pár napra egy olyan eset megint, hogy még egy ellenőrzést tartottak, és akkor nézték ki, hogy mi még kik maradtunk, hány évesek vagyunk, mert már 10 évtől egész 13 évig összeszedtek bennünket. Hát voltunk körülbelül 7-8-an, akiket elhoztak bennünket Ausztriába. De hát ugye megint csak hazudnék, azt mondom, hogyha meg tudnám mondani valójában, hogy kik voltak, mik voltak, mert ugye nem egy ország, nem egy faluból jöttünk, vagy egy városból, hanem különböző helyről voltak ők, de így megértettük egymást, beszéltük a cigányelvet ők is. A mai napig sem kívánkoznék, ha tudnám is, hogy hol az agyár, hogy oda menjek, de azért lehet, hogy kíváncsiságból lemennék, mert akkor aztán egy-egy árba vittek bennünket, ahol nagy-nagy telep volt. Hát ugye voltak ezek a munkás emberek, ahol dolgoztak benne a gépekkel. Azok után kellett a piszkukat összetakarítani, seprű lapát volt a kezünkben. Amikor ott végeztünk, akkor kik az udvarra ott takarítani, ott meg őrök voltak. Ugye voltak ezek a csendőrök, vagy rendőrök, vagy katonák, nem tudom ki, azok vigyáztak ránk. A gyerekekkel, amikor együtt voltam, viszont olyan helyen, hát nem lakás vagy ide, hanem olyan kis fabódék voltak. Volt bennük ez a vas ágy, egy szalmazsák szalmával, valamivel oda volt dobva. Na most aztán ugye ott aludtunk, ameddig lehetett, amíg ki nem ugrasztottak bennünket, mert akkor nekünk előbb oda kellett érni a műhelyekbe, amíg a munkások jöttek, hogy tiszta rend legyen minden. Hát aztán jött az áldott nap, amikor a szovjet katonák felszabadítottak bennünket, amikor volt 45-ben. Ugye ez volt szeptember-október, amikor oda kerültem, és ez áprilisban történt, amikor bejöttek az oroszok. Akkor volt egy nagy boldogság, egy öröm, mint gyerekek, hogy Istenem, hát nyitva lettek a kapuk, a vaskapuk, nyitva lettek, nem láttunk katonákat. Mi voltunk, egymásba borultunk, sírtunk is, nevettünk, örültünk is, hogy aztán elindultunk, mindenki tudta, hogy körülbelül ugye hol lakik, milyen irányba érdeklődjenek, hogy menjünk haza. Hát volt egy olyan eset, hogy amikor már a városon kívül voltunk, akkor volt, amikor faluhelyen érkeztünk, a szalmakazal, stb. Oda bementünk, aludni, pihenni, reggel felkelni. Voltak ezek az itatóvájuk, amikből a paraszt emberek az állatokat itatták. Ott egy kicsit felfrissültünk, megmosakodtunk, ahogy lehetett. De ma olyanok voltunk, mint az ujjam, olyan soványak, éhesek. És akkor nem szégyeltem, nem is tudtam, mi a szégyen. Bementem a házba, tartottam a tenyeremet, hogy mutattam, hogy adjanak valami ennivalót. Így volt ez amíg Sopronig be nem érkeztem én Magyarországra, de viszont addig nagyon sok időbe tellett, mert voltak olyan áldott ruszki katonák, akik úgy állandóan más civil katona, úgy civil kocsi nem járt, nem volt. Se vonat, busz, meg hát nem is tudták, mire való. És pár kilométereket mindig hoztak. Stoppoltam, beérkeztem Sopronba. Na akkor volt egy boldogság, egy öröm, egy mennyország, egy fényesség. Akkor azt tettem magamban, mondom, nem érdekel engem, mikor érek haza, mert magyar földön vagyok. És most jön az, amiről kérdeztél, hogy mi hozott engem ide. Hát ez, hogy megtudjam valójában édesapám hol vezett el, figyelgettem, és akkor elfogott engem valami olyan érzés, valami olyan elérzékenyültem, és akkor könnyeztem tegnap. Mert nem tudtam most, Istenem, most apámot hol ölték meg, hol égették, vagy lelőtték, vagy gázkamrába, vagy mi történt vele. Na akkor aztán egy kicsit nagyon oda voltam, magamba voltam.
Hát amíg lehetett válni mindig. Hát anyám ugye akkor volt 50 éves, apám 51 éves volt. Hát gondold el, hogy hát amíg meg nem halt szegény anyám, addig mindig várt a szegény az is. De az volt bántó, hogy nem tudtuk, hogy hol, hogyan. Tűz által, golyó által, vagy gázkamrába, vagy mi. Hát azért fogott el engem tegnap itt a Sirály. Figyeltem, Istenem, most, hogy most hol melyik helyen ölték meg szegény apámat. Na az a vágy hozott engem ide, apámé, hogy meg a többi embereké, akiket én is ismertem, meg a lányokat, terhes anyákat, akik nem jöttek, akiről egyáltalán nem tudtuk az, hogy hogyan haltak meg. Erről a haláltáborról beszéltek, hát aztán ez a vágy hozott engem ide, hogy megnézem valójában, hogy szegény apám hol veszett el, hogy ölték meg, soha nem tudtuk meg. Szomorú volt, nehéz volt. Most meg talán az bánt legjobban, hogy miért vagyunk elkülönítve a magyar néptől. Ezt nem szeretem, de ez hajt engem is. És nincs, aki ellene áll ennek, hogy hát miért. Ne is hagyja Jóisten, hogy még egyszer ilyen előtörténjen, ilyen előforduljon, hogy valójában senkik se vagyunk. Elkülönítenek bennünket, cigányokat, a többi néptől, de miért? Ez fájó pont, gyerekek, ez nagyon fájó pont. Ha miért nem a magyar kenyeret tesszük, bennünk nem vér folyik? Mi nem Magyarországon élünk, és itt is születtünk? És ez nagyon fájó pont, hogy miért van ez, és mikor lesz ennek vége?